Ez is fontos része lesz a munkámnak majd. Rendőr szeretne lenni a 15 éves lány, aki megmentette Sallai Nóra életét. Mátai Nóra volt az a tini, aki elképesztő lélekjelenléttel segített a balesetnél, amiben a Jóban Rosszban színésznője és 5 éves kisfia súlyosan megsérültek. Hangos ordibálás hallatszott mind a két autó irányából. Én oda mentem az anyukához, megmozdította a könyökét, és akkor láttam, hogy vért köhög és hörög. Ide fektettük le egy pokrócra, mellé kellett feküdnöm, mellé kellett ülnem, hogy nézzem a hörgését, meg a mellkes emelkedését. Nóra hősiesen ellátta a színésznőt, míg a mentők meg nem érkeztek. A kisfiút a helyszínen újra kellett éleszteni. Erre rá szerintem egy 10 percre értek ki a mentők, nekünk már nagy szerepünk nem volt, valamiben csak tudtunk segíteni azt, hogy világítottunk és azt, hogy szurkoltunk. A 15 éves hős tini minden sérülthöz oda ment segíteni, kiderült, hivatásának érzi, hogy segítsen másoknak. Rendészeti iskolára járok, ahol szintén fogjuk tanulni az egészségügyi ellátást. Általános iskolában évente egyszer-kétszer előfordult, hogy volt egészségügyi óránk, aktívan részt vettem, és érdekeltek is, nagyon szerettem ezeket az órákat. Talán ennek köszönhető, hogy Nóri ilyen hűségesen helytállt. Bendéről azonban nemrég szörnyű hír érkezett. Sallai Nóra 5 éves kisfia elhunyt. Te tudnád, hogy mit kell tenni hasonló helyzetben? Írd meg kommentben!